A nem mindennapi ötletből adódóan nem csak a helyieket, de a külföldi diákokat is vonzotta az esemény. Pozsonyban nagyon sok lehetőség van forgatni, és nagyon sok helyen tapasztalom már, hogy ez a mesterséges intelligencia nagyon sok helyre beivódott már, és nagyon sok mindenki foglalkozik vele, és az én szempontomból tartom azt, hogy jó a mesterséges intelligencia, és hogyha megfelelően tudjuk használni és alkalmazni, akkor egy nagyon kis frappáns dolog. Szerintem legalábbis. A megmérettetés célja, hogy a világ közelebb kerüljön a mesterséges intelligenciával való videókészítéshez, és barátkozzon a technológiával. Erről beszélt többek közt Kindl Gábor filmrendező, a Shoot for Earth verseny alapítója. Ezért hívtunk olyan szakembereket, akik ezt már nagyon jól ismerik, hiszen van már ugye mesterséges intelligenciával létrejött műsorvezető, különböző műsorok, különböző videók, és ugye a különböző videókban, filmekben a mesterséges intelligencia használata ugye egyre jobban erősödik. És azért gondoltuk, hogy legyen egy ilyen felvezető program, és ami már a korábbi sajtótájékoztatóban is elhangzott, mert mi azt szeretnénk, hogy a későbbiekben, tehát hogy ugye nem kiváltva az embert, az ember ötletét, az ember gondolkodását, de egy alkotótársat, egy segítséget hívhat maga mellé. Nagy Istók Tibor, szerkesztő, riporter és médiatanár szerint a videóvágás az egyik fő feltörekvő terület, ami felmerül az MI használatával kapcsolatban, de számos más témánál is segítséget tud nyújtani. Nagyon egyszerűen, mert nagyon futurisztikusnak tűnik, de nem. Mert a scriptwriting, tehát a forgatókönyvírástól, az ötletteléstől, a research, hogyan kutassunk le esetleg egy érdekes celebet, től kezdve egy kép készítésére. Most például a feleségemnek volt egy apák napja rendezvény ott Soroksáron, ahol mi lakunk, úgyhogy nyilván a MI-hez fordultam, hogy készítsen képeket, mert például akkor az jogtiszta kép, akár a videógyártásig lehet ezt a dolgot művelni. Látványos bemutatókkal és izgalmas előadásokkal kötötték le a közönség figyelmét a szervezők, akik már nagy várakozással tekintenek a szeptemberi versenyre.